A békeidőben kifejezetten csendes lónyai határátkelő a megszokotthoz képest most jóval forgalmasabb. Szakaszosan érkeznek az Ukrajnából menekültek, szervezetten szállítják őket a településen kialakított segítségpontra. Egy tányér melegétellel, jó szóval és szeretettel fogadják őket a falubeliek és az önkéntesek. A Magyar Vöröskereszt egy segítő sátrat is felállított a falu központjában. Az ideérkezőket a kultúrházban fogadják, ha szükséges, a tornateremben és a helyi református egyház épületében szállásolják el éjszakára, majd egy kisebb pihenő után viszik el a vasútállomásra, vagy önkéntesek kis buszaival, személyautókkal haladnak tovább úti céljuk felé. Nagyon összefogott a közösség, és úgy egybe az egész magyar közösség. Tehát hihetetlen, amennyi felajánlást kapunk emberektől, folyamatosan magánszemélyektől, éjjel, nappal, tehát 0-24 órába hoznak mindenfélét, amire szükségünk van, és jönnek az emberek, családokat visznek fel, ahova kérik, tehát nagyon önzetlenül, tényleg egy jó működő, el se hittem volna a kezdet-kezdetén, hogy ez így ennyire ki fog alakulni. A falubeliek közül a már korábban Kárpátaljáról áttelepültek is segítik a tolmácsolást. Egy családot felöltöztette anyukám, már itt eljöttünk, segítünk, amivel csak tudok, segítek. Belelátom magamot abban a helyzetben, amik ők vannak, és amivel csak tudok, mindennel segítek. Meleg ételen, mindennel. A gyerekeket gyerekes helyzetbe veszem, a felnőttet felnőtt helyzetbe fogadunk. Ha meleg kaja ki, akkor meleg leveseket. Legtöbben meleg levest kérnek. Mert 5-6 óráig jöttek, és itt fagyoskodtak. Akkor volt úgy, hogy lábbelit is adtunk. 5 napja az a lábbeli volt a lábán, és tiszta víz volt, és zacskót húzott a lábára, úgy hoztunk otthonról is, és felöltöztetünk. Amivel csak tudjuk, segítünk, mondom, még meleg ételve is. Ez a fiatal nő és a fia éppen most érkeztek Ukrajnából Lónyára. Az édesanyja a telefonján nézi, ahogyan éppen lángol az otthonuk. Kijevtől mindössze 7 kilométerre laktak. 7 kilométer. Mi? 7 kilométer. 7 kilométerre Kijev. 7. Ez pedig már a záhonyi határ. Zavartalanul kelnek át a megpakolt kamionok Ukrajnába. A vámhatóság kiemelten kezeli a humanitárius segélyszállítmányok kiléptetését. Az eljárást egyszerűsítették és gyorsították, így a határon csekély a várakozási idő. Megteremtettük a hazánkba érkező menedékesek könnyített vámkezelésének lehetőségeit, velük humanitárius módon, megfelelő emberséggel és biztonságot nyújtva járunk el, úgyhogy az általuk hozott dolgok, azok a használati tárgyak vagy utiholmik, amelyekkel ők áttelepülnek, és amelyekkel menedéket keresnek hazánkba, azok természetesen vámmentesen lépnek be az országba. Kollégáim elkötelezettek abba az irányba, hogy ez a vámkezelés, ez a vámeljárás könnyű, és az adminisztrációtól a lehetőségeken belül mentes legyen. A dandártábornok hozzátette, kiemelten kezelik azt a kérdést is, hogy a menekültekkel együtt veszélyes eszközök vagy akár fegyverek ne juthassanak be hazánk területére.